Megint itt vagyunk. Hozzá kell tenni, hogy 4:45 van, és én úgy számoltam, hogy egykor indul a csapó. Jaj, abból én felírtam majdnem 14:30-ra. Imádom. Azóta itt izé. Be kellett vásárolni, mert kiderült, hogy gyerekek, mert mindig a tanulópénzt meg kell fizetni, ezt tanulja mindenki, és azt is tanulja mindenki, hogyha valaki tapasztaltabb tanácsokkal próbál ellátni, ezt ne küldd el a búspicsába. Nem azért akarja, mert rosszat akar neked, hanem mert jót. Hanem mert ő már megszopta a gyíkot, és azt akarja, hogy te ne szopd meg ugyanúgy, mint ő. Tehát hallgassatok az idősebbekre, meg tapasztaltabbakra. Anyám például ugye mindig úgy vesz mindenféle edényt, meg ilyesmit, hogy azt megnézi. Kibontja, ott meg kell nézni, kész. Igen. Mário papánk elment ugye vásárolni akart egy ilyen, a felső kamerában igen, faszán látszik, hogy ez egy ilyen osztott gyereke, legyen, meg van osztva a főző terület, tehát kétféle cuccot lehet benne egyszerre főzni, úgyhogy ne keveredjenek össze az ízek. Ő egy ilyet akart venni, de mert ahogy egyébként a csomagoláson volt is az egyik oldalon egy ilyen mintának, képnek, de a másik oldalon meg teli volt ugye, amiben nincs elválasztó. Úgyhogy ő vett egy olyat, hogy el kellett menni még venni egy ilyet. Igen, mert egy forgatás előtt, kamera startolás előtt rájöttünk, hogy baj van. Igen. Úgyhogy csúsztunk sokat, de ettől függetlenül nagyon sok szeretettel, tengermély tisztelettel üdvözlünk mindenkit. De várj már, a tengermélyek köszönnek a hajósok, ugye? Igen. Jó. Na, vegyük úgy, hogy forog a videó. Jó, nyomod. És addig én már nagyon éhes vagyok, és nekem oda kell figyelni arra, hogy egyek. Tudod, a gyógyszeres kezelésem miatt. Úgyhogy gyerekek, kezdünk egy kis fettcsináló dopingszerrel. Ez egy ilyen kínai finomság. Papám, mindenképp egyet túrjál be az arcodba. Külön vannak csak szokásos. De ezt szeretem, nem desszerte, ez majd eszünk még belőle, ha jó, csak hogy egy kis vércukor. Szóval azt fogjuk most látni, hogy hát most már egy éve körülbelül, hogy felkapódott ez az egész hotpotos dolog, és ugye mi már önmelegítős hotpotot már próbáltunk. Úgyhogy most már terveztük korábban is, csak hát a nyár, stb. Így nem úgy alakult, hogy szerettük volna. De most itt van az alkalom, és most ki fogjuk próbálni. Közben ezt nyomom B-fele a számba. Mindjárt én is. Nagyon jó. Na, szóval, ha visszatérve, ázsiai hotpotot fogunk csinálni. Mi fogjuk csinálni? Nem önmelegítős, nem instant, hanem egy gyors recept. Ez micsoda? Kóstol meg. Ez egy rózsaszín golyó. Harap ketté, mutasd meg a kamerának, mert én nem tettem. Ez alacsony cukortartalmú, de ennek ellenére nagyon finom. Nem tudtam ketté rakni, szóval. Ott van benne egy eper. Egy ilyen fagyasztott szállítással készül eper. Aha. Egyébként jó, mert nem túl édes. Nem édes. Ezzel meghoztuk a valami lett. Ez a külső rész ebből olyan fura állagú dolog lesz. Igen. De a belső ropogós, ez a szállított eper. Meg tudom menni, de... De egy hármas. Nem az én kedvencem ezt. Igen. Na jó, én gyújtom a tüzet, és arra szeretnének megkérni tesám, hogy ebből ilyen gyömbért. Vékony szeleteket, aha. Körülbelül... Szelve, aha. Héjastól. Héjastól kell? Biztos? 100%. Jó. 100%, tetyám. Kis víz az semminek sárt. Az nem. Van csapunk itt. Amint látjátok, új háttér. De jó, azt szerintem a dizájnos háttérünk van. Úgyhogy... Nem tudom. Remélem, hogy átjön. Nem. És megfelelő. Na, most a nagy érdeműnek. Lesz hő. Nem tudjuk, hogy egyébként hogy fog a dolog... Egy bárdal dolgozgatok itt. Én elkezdem beleönteni a zöldség alatt levét. Azért nem tudom a fenti kamera alá rakni teljes mértékben, mert a felfelé szálló hő kinyírná. Sokkal hamarabb kinyírná. Igen, azért van egy kicsit arrébb. Azért van egy kicsit arrébb.
Jó, tehát az alapja, segítettek nekünk olyanok, akik értenek hozzá, az alapja, ez egy sima, egyszerű, egyébként ez egy olasz gyártmányú zöldségleves alaplé. Jó illata van egyébként. Ez egy egyszerű, húsmentes vegetáriánus. Kicsit olyan, mintha csirkét lenne, de egyébként ennek tudatában, hogy zöldséges. Ha nem mondtad volna, hogy csak zöldség, akkor azt mondanám, hogy ez csirkeleves. Jó illata van. Jó. Zöldborsó. És akkor most ezeket, azokat, a gyömbérszeleteket. Én egy négyet hajítanák. Nék. Melyik a te oldalad? Legyen így, és akkor egyértelmű. Jó. Tessék. Én négyet szeretnék kérni. Akkor ide is még ezt a maradékot, amit felszeltem, az belemegy. Jó. És akkor most nekünk... Mire van szükségünk? Most lesz szükségünk olyan, hogy zöld hagyma. Azokat ilyen... Ebből az új hagymából? Igen. A szárának is mehet bele. Ez is kéne? Aha. Minden kellene. Úgy pont. Amekkorának kellnie kell. Egyébként akkora darabokra kell majd vágni. Ilyen nagyra? Aha. De mehet a fele is. Az a szabály, hogy nincs szabály. Tehát ez egyfajta játék határok nélkül. Igen? Aha. Hát akkor körülbelül ekkora szereteket vágjak? Igen. Na várja. És akkor ezek körülbelül ugyanolyan hosszúak. Igen, és akkor a főzés, hallod? Hát micsoda vibe-ok vannak itt. Meg jó meleg lesz mindjárt. De egyébként nagyon jó volt, amikor a vegán cuccokat is sütögettük. Én azokat annyira éltem. Ja, ja, ja. Az nagy jó buli volt. Csak most ez mind? Nem mind. Hát én ízlés szerint én beledobok egy így az enyémbe. És akkor te is rakjál, amennyit szeretnél. Jó. De lehet ezt majd utána rápótolni. És akkor itt lesz autentikusan egy ilyen bambusz kanál. Ezzel fogjuk kanalászni. Jó. Ezzel lehet így kavírnyászni. Tetszik egy. Félteszem, hogy itt van még plusz hagyma. Így. Fővágva. Ezt ide rakom akkor addig. Akkor ennek adjunk egy nagyon picit, hogy budjanjon egyet, és akkor jöhet az ízesítés. Van nagyon jóféle kínai, vagy koreai chili szószunk. Ezt kóstoljuk meg úgy önmagában. Jó. Tudod mivel? Zöld hagymával. Jó. Nem éled az ötletemet? Próbáljuk, ez annyira nem erős itt a vége. Nem, az egyáltalán nem. Már jelen, ez originál. Originál. Fú, te, ahogy a... Van egy izénk. Ventilátorunk, és oda szembe van berakva, és a hőt innen pont az arcunkba fújja. Igen, hát most ez áldozata kedves nézőként. Jól néz ki egyébként ez a chili szósz. Ide nyomott. Már jó. Úgy de sötét azon a képen, wow! Itt az éjszaka az, igen, vérszínű. Mennyire lesz ez csípős? Kiderül. Hát ez a lakossági. Inkább édes csilis, igaz? Uh-huh. De úgy nagyon finom. Jó a hagymával. Nekem volt valami fura. Az elején volt egy kis... Nem is tudom, milyen íz ez. Van az elején egy kis doboz íze. De mi ez? Doboz íz. Hm? De valami fűszer lesz ez. Amúgy jó. Szerintem jó. Kellemes. De van egy kis doboz íze az elején. Na, és biztos, akkor... hogy nem doboz íz, mert valami másnak az íze ez, de... És az a helyzet, hogy ez egy olyan koncentrátum, nem tudom a kamerának. Úristen, hogy néz az ki? Ez egy olyan koncentrátum, ami le van redukálva már egy ilyen alaplé. Úristen, mennyi paprika van redukálva. Igen, de nem, ezek már nem olyan csípősek. És ezt kéne kinyissuk, és én egy negyedet kérek bele. Ott vannak benne a paprikák, a kis szárított csili. Igen, marha zsíradék. Ott rá van írva magyarul, hogy mik találhatok benne. Na, mondom nektek. Víz, babpaszta, olaj, só, bors, fűszerek, cukor, kömény, csirke, aroma, nátrium, glutamát. Szóval cukor, narancshéj, keményítő, szezámmag, szarvasmarha, csontliszt. Very nice. Szárított piros datolyák. Nem datolyák. Dapolyák? Nem, az datolja akar lenni, nem? Tudja a bának. Wolfberry, farkas mag. Mag. Bogyó. Vagy bogyó, vagy mi az? Valamilyen. Hát ezek tudod ilyen. Ez elég, ez még külön be is van itt. Húlist, és az alja ilyen tele van. Üledékes, hallod? Igen, mert ez egy leredukált, már elkészített hotpotos cucc. Hoppaj. Oh, szerintem azt ilyen papírtányéron vágja, hogy nem maszatoljon össze mindent, nem? Mert akkor utána használatot válasz az, nem? Jó. És akkor ebből mennyit kell vágni? Én felenként egy negyed kell bele.
Tehát ennek a negyede? Ennek a negyede kell egy félbe. Nem tudom, hogy te akarsz... az egyik oldalba rakjuk, ugye? Ja, ja, ja. A másikat megcsináljuk máshoz, mert van egy csomó hot. Én azt mondom, hogy többféleképpen, ha már két oldalon. Én is elkezdem aktivalizálni magam. Akkor ennek a negyedét belerakom a te oldaladba. Ugye? Uh-huh. És akkor abban még teszünk majd fokhagymát, és akkor az úgy nagyjából kész is van. Fogsz te ebből a szószból fogyasztani a mártogatás közben? Szerintem aha, jó. Az jó. De itt van egy csomó egyébként úgy kirakva. Hát most itt jobban néz ki egy ilyen kis tálalóban. Hú, és ennek pont ugyanaz az illata, mint a hotpotoknak volt. Aha, igen. Egyébként de egyébként nem rossz. Én nagyon kiérzem belőle, kúrai. A szecsuáni borsot érzem. Aha, belőle. Tényleg. A jó szecsuáni bors. Úgy megkaricsztolja a torkod a tátul. Igen. Az volt az, nem? Az az. Ó, az az. A szecsuáni bors. Gyászanyakát. Igen, egyébként én amúgy nem vagyok ellensége az ázsiai dolgoknak, meg kajának. Csak hát vannak ugye annyira más ízvilág, meg annyira... Szóval egy érdekesség. Most divat egyébként így fanatizálni őket. Aha, mehet bele. Azt a mindenségét. Az benne van, papa. Ez szét fog olvasni? Szét, hát az zsír tartja össze. Mennyire szereted a szezámolajat egyébként? Szezámolajat? Uh-huh. Most tudom, hogy ettem már így jön meg el. Ennek jól látom. Rekek, koreai szezámolaj. Na belekerült ez jóféle motyó. Dolog. Ezt visszacsomagolom. Amit bárki használná. No, és akkor mit csináljuk? Fokhagymát? Aha. Ugyanúgy, mint a gyömbért, úgy szokták bele szeletelni. Uh-huh. Meg kettő gereszt kell majd nekem is ehhez. Mert ez egy hány olyan... gereszt kell? Nekem kettő, meg egyet-egyet. Hát ebbe tegyünk egyet, aztán a másikat azt majd eldöntjük, hogy milyen lesz. De nekem most kell egy. Kettő darab mindenképpen. Megmutatom a kamerának, basszus. Nyomod, nyomod. Úgyis, ha belekerülnek onnan a cuccok, majd előjébb tolják egy picit. Ja. Tehát, amit beleraktunk, ez meg lepörkölte a szőrt a kezemről! Ennyi rúbbaszeg! Ez mindig megérti magát ez a pali gyerekek. Ez nagyon büdös lesz. Hú, már érzem. A jó perzsért disznó szagba ezek. Nem a súlyod miatt mondom ezt, de... Nem tudom, voltál ezek már... Ezek a kommentelők, ma kaptam egy ilyen kommentet, hogy szevasz dagadt. Ennyi volt a komment, érted? Hogy szevasz dagadt, érted? Nagyon adom. Érted? De a legjobb... Am... Nem tudom, voltál már disznóvágáson. Ott ugyanez a szag. A perzselik a disznó, igen? Legjobb? A legjobb komment az a Emery Pakkos videónkra, hogy nem voltatok katonák, kíváncsi lennék, hogy a 12 perces futásból mennyi menne. Az összes. De várjál már, most hogy ha nem voltam búvár se, akkor nem menjek vízbe? Ne. Szóval annyira nem értem ezt a logikát. Gyerekek, ha valakinek nem tetszik a pofánk, meg nem vagyunk szimpatikusak. Nem, most nyomjátok ezeket a kommenteket, mert legalább Máriónak van mire reagálni. Én leszarnám ezeket, de ő akarja. De nem, hát annyira ideges. Én nem értem. Valaki mondja már meg, bazd meg, hogy ha neked nem tetszik. Már nincs kész, hé. De ez hogy a szétnyomod. Azt hittem, szét akarod vágni. Nem, kell egy-egy ebbe, és majd utána vágjuk szét. Remélem, elég lesz bele egy. Ezt ezzel le tudom vágni a végéről. Ops, hát ebbe több fog kelleni. Szerintem kettőt tegyünk bele. Ez is ilyen mártogatós lesz. Nagyon jó lesz. Papa, ezt én kóstoltam már. Nagyon zseniális. Hogy jó. A húsika megfőle ebbe kiveszed, belemártod, és így mosolyog a lelked. Igen? Igen. A fokhagymát szerettem, az mindenhez jó. Meg hát gyerekek, ennél egészségesebb dolog, nem sok minden van a fokhagymánál. Na mindegy, és akkor ugye, hogy bazd meg, nem voltunk katonák. Honnan tudod? Bazd meg. Tényleg nem tudom, hogy honnan tudja az ember, hogy én mi voltam, meg mi nem voltam. Meg kit érdekel a tizen... Mert aki le tudja futni a tizen... Egyébként ja, honnan tudja, hogy nem voltál katona? Hát egyrészt. Másrészt meg aki lefutja... Mert lehettem 19 évesen katona, és meghisztam 28 évesen. Ezt mondom. Tehát bazd meg, ekkora fasságot hogy lehet beszélni? Meg a másik hát, dolog az az... Háromikus emberektől nem is kell elvárni semmi. De tesó, mi van akkor, ha valaki lefutja a 12 percet? Jobb lesz a világ? Tehát akkor ő elégedett lenne a videóval, hogyha én egyébként sose videón kívül lefutom a 12 percet. Ő sose lesz elégedett. Érted? Hát bazd meg, én nem értem. Tehát tényleg, akinek nem tetszik, az ne stresszelje már magát ezzel. Mert amúgy itt annyit kell tudni a fokhagymanyomóról, hogy még itt... Nem, ez kurva jó. Ez ennyire kinyomta. Azért ez kell nekem, Ez ikás, bazd meg. Ikás. Szerintesen jó. Azt a kurva. Ez mekkora izé volt, fokhagyma.
mennyi cumó jött belőle. Akkor még kell kettő, ugye? Igen, abban már nem, ebbe. Mert neked is csinálunk ilyen mártogatós sztorit. Ez nagyon egyszerű egyébként, ezt is az ázsiai ismerős mondta és javasolta, és teszteltem, tényleg nagyon jó. Szezámmag, olajba fokhagyma. Ez egy ilyen nagyon egyszerű sztori. Feldobja ezeket a dolgokat. Feldobja, igen. Arra nem számítottam, hogy itt ekkora főzésbe leszünk. Szétadom. Nekem ja, ilyet kellene egyébként majd live-ba tolni. Nekem lételemem a konyha egyébként, én nagyon sokat főzöm. Gyerekek, beszéltük ezt, és írtátok is kommentben, hogy sokan lennétek erre vevők, úgyhogy össze fogjuk majd hozni. Igazából már csak egy laptoppal kell több felszerelés. Ehhoz. És lesz olyan monitorunk, van laptop, nem? Azt már nem veszünk, van laptop. De izé, de lesz monitor is, amint tudjuk a kommenteket, szóval meg lesz csinálva olyanra, hogy gyere le jó Isten, és akinek nem tetszik, az majd ne, jól nem nézi. Az, hogy Mário mennyit költött már el az egészre, megőrülnétek. Igen, és hát, meg, hát itt azért mire összeáll egy olyan felszerelés, amit az ember már úgy szeretne meg, amilyen úgy elégedett, addig azért nagyon sok idő eltelik szerintem. Meg még kitapasztalod, hogy mi hogy működik. Ez azért itt voltak nagy szopások, maradjunk annyiba. Tehát ezért esik jól az, amikor valaki csak egy lájkkal vagy egy feliratkozással értékeli a dolgot. Vagy a csatornatagsággal. És ezért... Tényleg, az is fölment most az emeri pekkes vágatlanba a csatornatagoknak? Még nem. Még nem, de majd az felfog. Meg ez is fel lesz vágatlanul. Viszont egy csomó olyan kontent, ilyen elkezdett projektek, meg egy csomó videó ment, amit a csatornatagok tudnak megnézni, és igazából valami 600 forint, tehát nincsen olyan vészesen beárazva. Talán ez a minimum, amit a YouTube enged. Aha. Akkor ebben van megint kettő, igen? Jó, oké, és akkor ha még kettőt felszeletelni, vagyis figyelj, te akarunk ebbe tenni, vagy nem? Az a kérdés. Ebbe akarok egyet? Mehet. Egyet. Szerintem nem tud rossz lenni a fokhagyma benne. El vagyok vele, mert az most annyira ki van már szárad az a fokhagyma szerencsétlen, hogy nehéz pucolni, de én el vagyok. Felvágom őket, és ebbe bele darabolom, ugye? Így majd. Van. Most lesz a jó, most ilyen kis figyelj, én erre rá szeretnék kóstolni. Nyomod? Van eldobható kóstoló kanalunk. Hogy let's go. Én mindenképpen azt szeretném, hogy ezt meg akarom, hogy ez jó-e? Hát biztos, hogy jó. De most nincs semmi, ami rossz lehet. De tényleg nincs. Mennyire vagy egyébként gyömbéres? Én szeretem a gyömbért, főleg, hogyha meg vagyok fázol, vagy ilyesmi. Citrommal, mézzel. Adja? Hú, bazd meg, csíp is. Nagyon csíp. Nem nagyon, de... Tesó, adok még egy... Ezt kóstol meg a pirosat. Majd miután raktam bele fokhagymát. Jó, akkor készítek ide neked. Köszönöm. Az originál. Sőt, megkóstolom inkább, igazad van. No. Jó, mert akkor ez fázisonként tudjuk. Telibe? Aha, telibe. Egyet? Lehet kettő is. Én élem a fokhagymát. Hát lesz egy, elég lesz neked, de már unom a pucolását. Még ebbe az módába rakok egy másikat. Tudod, mit kettőt kérti? Te vagy itt a házigazda, én meg a rabszolga. Jó, hát ezt nem. Ez annyira csúnya volt. Hát de most én itt nyomom. Én vagyok nyomjam? Kis homeboy. De nyomjam? Mit? Nehogy is, én el vagyok. Ennek le kell vágni ezt a gyökérzetét. Én nekem ez a sorsom, én ezt szeretem. Megint imádom ezt csinálni, főzést. Megvan melve, vagy mi van? Az micsoda? Ez ilyen gomba. Szokták belefőzni, nagyon jó. Csak nem... Hát pont az alját szagoldod. Hát az. Meddig jó ez? Hát ezt ma vettem. Ma vetted? Ma vettem. A tetejét szokták berakni, ezt leszokták vágni. Azt hiszem, akkor csak jó. Biztos, hogy jónak kell lennie. Úgy ragad a fokhagyma, még azt imádom, basszeg. Nem tudom, hogy ezt nyersen lehet enni. No, és akkor... Ez megy még bele megint abba a te oldaladba. Fokhagyma. Van egy lábsz díze. Igen? Nem jó? Nem rossz. Mit szeretnél vele? Vágjam le az alját? Aha. Szerintem ott, ahol a jelölés van. Oké. Okay. És akkor ezt így fele-fele arányba le kell csapni? Ja. Úgy. Kezdem úgy emberes jó illata lenni. Na és a tiédben, abban a részében van egyébként ilyen paradicsomos, marhás por, ami nem olyan koncentrált. Akkor azt abba rakjuk, igen. Tehát, hogy mind a kettőt megkóstoljuk.
mutatom a kamerát, bocsássatok meg, csak egyszerűen itt a munka heve elragadtak minket. Ez így néz ki. Szerintem ez is ilyen nagyon javasol. És figyelj, for export only. Tehát ők ezt otthon nem eszik. Csak maguknak nem adják, csak a koszos európaiaknak. Nézd meg! Wow! Ez egy ilyen paradicsomos. Jól néz ki, mindjárt kicsomagoljuk, aztán megszagoljuk. Oda nézzetek. Megillatozzuk, hogy milyen. Ne haragudjatok a kesztyű miatt. Egyszerűen én nem bírom, hogyha a kezem. Biztos, hogy lesznek, akik még dicsérik is a kesztyűt. Ja, jó. Mert én nekem volt olyan fűzősidom, amikor mondta, hogy én is szeretem egy kesztyű undorító. Szóval tényleg egyébként, most viccet félretével, negatív kommentelők, nem tudom, hogy miből nyer erőt, energiát, affinitást arra, hogy... Hát de akik betelefonáltak a netkának és elküldték a kurványába, azoknak miből volt energiája? Ezeknek az embereknek ez kell. Ó, de jó paradicsomos marhás. Aha, és savanyunk. Zúduljon bele, vagy skippeljük? Az acid. Ennyibe kell belerakni annyit? Ennyibe. Mehet. Persze, hát én ezt azt szeretném, ha akkor... A két oldalnak kétféle íze lenne, nem? Hát ez garantáltan kétféle lesz. Ez nem? Lesz a tuti, hogy... Hát nem azért vetted, hogy ránk romoljon, nem? Nem azért, de hogyha jó, akkor utána tudunk legközelebb már még... Visszanyítani, igen. No, ebbe is van fokhagyom most már. Jó. Hol a másik oldal kanala? Benne van. Kicsit megfőzzük vele, nagyon jó. Na várj, mindjárt rákóstolok a te oldaladra, a csipóse. Jó. De, igen. Van még ilyen gombánk ott. Milyen gombánk? Hát ilyen. Ja ez? Az ugyanaz. Vagy az? Kell ez mind? Hát amit akarunk. Amit szerintem egy csomag elég. Hát elég. Ilyen sokat rakunk bele. Szerintem egyet-egyet. Mindjárt fővágom, csak meg jelen ez a te kanalad. Teszünk bele. Na kíváncsi vagyok erre a csipősre, mondtál, hogy ez milyen. Az mi? Bébi kukorica? Bébi kukorica. Így egyet-egyet. Szexi. Aztán majd még lehet, ami jó, azt még teszünk bele, ami nem jó, azt elvesszük. Hú, baszd meg, leforráztam a nyelvemet. Ezt tovább kellett volna fújni. Azt a mindenségi. Itt lesz még egy kóstoló paradicsomosnak. Szóval, hát jó ez az egy kanál nekem. És ugye rakás zsír van a tetején. Nem tudom, milyen olajat olvastam ott a hozzátevőkön. Rommá égettem a nyelvem, semmi gond. Holnap ez majd lemálik. A nyelved. Hát az égetés. Mm. Jó. A te oldaladnak is jó illata, vagy jó íze van. Határozottam. Tetya! A paradicsomos jobb. Az jobban adja? Hot partner. Ez micsoda. Nagyon finom egyébként. Tehát a... Ennek elég bugyogni ezt a följebbet? Egy picit. Aha, csak hogy ez egy kicsit izéjen. És jó, ez már... Chili pors. Pontosan olyan főmérsékleten van, de minden megfőlne. Nem kell ezt újabban. Itt vannak hozzá ilyen... Hú, de le megégettem a nyelvem. De ugye ez nagyon kellemesen csípős, ez pont jó. Igen. Ez ilyen... Hibátlan. Te ez ilyen többször felhasználható dolog ez is. Ugye, ez nagyon jó. Ugye? Töljünk bele egy kis csiliport? Szerintem egy oldal csípős elég. Jó. Figyelj, akkor ezt megteszünk majd a tányérra, és akkor úgy melemáltogatjuk, mert ez hot partner. Ez egy ilyen fűszerkeverék egyébként, amiben... Én azt élem, hogyha ebbe az oldalba rakunk még. Tehát egy ilyet. Még. Jó. Az úgy oké, csak szerintem az egyik oldal ne legyen csípős, a másik meg legyen csípős. Jó. Én erre szabadom. Ez egy... Jó, oké. Hát itt demokrácia van. Tehát itt az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Ez egy csilipor. Nem mit van, nem csak csilipor, nem csak csilipor, hanem ilyen fűszerkeveréke ennek a hotpotos sztoriknak. Ebből még nyalok egy kanállal ebből a paradicsomból, ez nagyon finom. Gondolj bele, mikor a Wagyu marha majd belefő. Ez kúra jó. Ja, mert az is van egy gyerekek, Wagyu. Hát életemben vettem még Wagyu marhát. Jó, ezt arra tesszük. És akkor én azt gondolom, hogy ezeket a dumplingsokat tegyegessünk bele, mert ezeknek idő kell, amíg megfőlnek. Ez very nice. És ez nem úgy lesz, hogy egyszer csak kész van, és akkor esszük, hanem ezt már esszük. Na, most kóstoltam már. Ezt megmetszed nekem. Ez mi ez? Ez egy csirkével és gombával töltött dumpling. Mennyi főzés idő kell neki? 6 perc. Ne tegyem bele először a gombát? Nincs sorrend. Az jó, a sorrend, hogy nincs. De ennek 6 perc kell a gombának, szerintem kevesebb is elég lesz. Jó. Én nem vagyok annyira a profi párcikás, úgyhogy... De jó az a pár. Csalok. Jó, látjátok milyen ezzel... komoly? Én ezzel én rá is akarok menni erre, így. És akkor ezért van ez, ide. És akkor ebből mennyit kell? Na, mennyit szeretnél? Hát nekem elég lesz belőle 2.
vagy három. Ez így össze van ragadva. Annyira jól megfőtt a gomba, tesó! Amit most teszel, ez a... Ez a vékony szalmagomba. Te mennyit kérsz dumplings-t? Tegyél mindegyikbe, mert mindegyikbe kóstolom. Paradicsomosan is, meg ízén is, mind a ketten, nem? Aha! Basszus. Ez viszont nagyon jó csípős lett. Úgy össze van állva, összeragadtak. Ez viszont nagyon csípős lett. Túl erős? Nem túl, olyan nincs. A szótáramban a túl erős, az így nem találkozik. Húha, mi ez a töltelék? Na, érdekes. Csirke meg gomba. És ott van marhás is. Na, elég ennyi szerintem. Szóval rakjam? Nem tudom. Mondjuk ide. No, akkor megkóstolom ezt a gombát, amit mondtál. Uh-huh. Szerintem az ez nagyon forró lehet. Oh boy. Ja igen, mert a küzdesz egy ilyen picit. Kis picikét. Gyerekek, közben mutatom, hogy ez egy ilyen szeletelt, nagyon jó pofa, ilyen marha slices. Ilyen marha szeletek. Tök jól néz ki, mint a kis bacon szeletek lennének. Ez a gomba nagyon finom. Ugye, hogy nagyon jó? Ezek a kis szálas gombák. Ez így fog kinézni. Megmutatom a fenti kamerának, mert ott hamarabb be a húzta. És akkor ezt meg így, hát szerintem vegyék te is egyet, ilyesek nem maradunk. Teszteljük le. Teszteljük le most? Azonnal. Jó? Hát több fázisban, pillanat. Mindig, mindennel. Gyorsan megkóstolom, aztán csipok egyet. És még ezt megeszem, azt a gombát, ez nagyon finom. Oda néz, már kapja a hőt. Haj, tesi! Ezt nagyon érem! Brutál. Tehát úgy, az az igazság, hogy én nagyon nem tudok pálcikával enni. És azt hány másodpercben az otthon? Ameddig szeretnél. Egy perceket szoktak egyébként a Wagyu-ra, de mivel ez nem az... Na várj, akkor belerakom a te oldaladon most tehát a csípősbe. Akkor egy percig kell itt fövögetni, hát, ha félig akarod, akkor fél percig. Tehát ez nem, senki nem fog megbüntetni. Wow! Na ilyet sem csináltam még, de jól néz ki, látjátok? Ugye, hogy milyen? Ahogy fő közben a hús. Ez marha hátszín, ugye? Ez hátszín szeretek. Hát nem tudom egyébként. Brutál, hogy kinéz. Én ezt oda néz. Én ezt már nyomom is B-fele a búrámba. Sőt, és van még üres tányérunk esetleg? Hát, bazeg. Nem tudom. Csak egy csomót hoztam. Hármat, tesó. Bajnok? Zsolti, ettél májót? Ááá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 
passz a szájba. Nem akarok káromkodni, mert tudom, hogy nézik nagyon fiatalok is a videót, de gyereke, a kis husi megy a paradicsomosba. Megy a paradicsomos oldalba? Aj, de jó. Lőjük le a francba a kamerát, és itt szellőztessünk és zaváljunk. Sípj a számat ez a cucc. Nagyon jó egyébként a... az a gomba. Amit ugye vagy jó? Ez is csíp egy kicsit egyébként, ez az oldal. Mmm! Wow! Ez a marha, ez nálam 10. Erő. Most egy kicsit kevesebbre ideig. Na, fiam. Jobb paradicsomos oldal? Hú, de jó! Lopok még egyet én is. Egy ilyen... Ja, és akkor itt hátszint. Wow, de készítem neked, hogy ezekbe tudod még is gyártott tunkolgatni. És most én is azt fogom csinálni, hogy... tehát a chili szósz, meg a, ez a koreai szezámolajban fokhagyma. Ez lesz a következő. Ez ilyen hajszálvékonyra vágott hátszín, nagyon brutál srácok. Igen, és azért zsíradékos. Ebből mondjuk izét lehetne még csinálni. Jó kis Philly cheesesteak szendvicset. Jaj, de hogy összeugrik? Belerakod és így összeugrik. Hú, nem fogunk éhesek maradni, de nem is bánom. Nem szeretek éhes maradni. Ma még nagyon keveset ettem neki, mert és az eventre készültem. Hú, ez brutál ez a hátszín, gyerekek. Nagyon jó. De dolgozok tovább, mert nincs benne még a gombánk. Mártogattad egy kicsit? Nagyon finom. Köszi. Egyébként. Nálam vége a történetnek, tehát én eszek. Jó, hogy vágyat nyomod. Köszönöm szépen. Nagyon kedves egészséggel minden jó indulatú kedves nézőnknek. Csak a jó indulatúaknak. Csak a jó indulatúaknak.
belevágom ezeket a gombákat is. Tényleg, amúgy. Nekem is van egy csomó olyan content, sőt, a contentek 80%-a irritál, és gyűlölöm minden momentumát. Azt nem nézem. De nem nézem. Így van. Nemhogy nem nézem, letiltom. Ne jöjjön szembe. És de arra, hogy én oda is kommentáljak, az kizárt. Eleve nem kommentelek, sehova. Azt mondjam, hogy szokták vágni. Negyedelik. Nem úgy, hosszába. Ha összeugrik, levetereszt. Ezen gomba is van, marhahús is van. És megy bele a chili szószba. Aztán jön be ide a pofámba. Nagyon finom az a hús. Tesó. Ezzel a szósszal, a pirossal. Pirossal? Nagyon finom. Ejtsél el mindent. Hát dolgozok most, még várjál. Megyek én tovább, csak hát közben ezeket bele kell rakni, igaz? Aha, jaj. Főnek a dumplingzok. És akkor én rámegyek a baby kukoricára. Nyomod. Beleraktam a gombát. Szerintem egy gomba nekünk elég lesz. Piros szósszal a marhát. Azonnal. Még ezekből is kéne beleraknom, nem? Mhm. Uh-huh. Közben ezeket is meg kéne főzni. Annyira melyiket minden jó! A kukorica is jó? Annyira minden jó! És akkor ebből csak így kézzel, nem? Amennyit szeretném. Ez a... mi ez? Lótusz gyökér. Lótusz gyökér. Hát mind a két oldalban egy négyet, nem? Forró? Nagyon. De egyébként ezekből a szeletelt húsokból van sertés is, meg bárány is. Szerintem a marha az a konszenzus. Persze. No, van benne ez a gomba is. A többféle gombánk az úgy látom nincs. Kell bele ez a... ez a kell. Kell, ugye? Kell. Mi az? Ez a kell, jól mondom? Ja, tegyünk bele, az nagyon finom. Az nagyon-nagyon finom. Szerintem egyet-egyet simán beletehetsz. Tehát ez tényleg annyira jól érzem magam, annak ellenére, hogy a fejemről ömlik a víz. Mert a kaja is forró, meg minden. Minden forró. Na, akkor egy kell neked. Ja. Egy oldalra jön nekem. Vagyis hát igazából... ja, hát ez ilyen vegyes. Kéne, de jó van. De vegyes, hát úgy is leszünk innen is, onnan is, nem? Persze. Azt mondja... és akkor ez pedig... Koriander. Én egy csipetet a csípősbe tennék, mert nem tudom, te mennyire vagy korianderes. Annyira nem, de nem rossz az. Hogyha megfelelő mennyiségben van használva, akkor az jó. Az inkább hozzátesz, mint elvesz. Tessék. Küzdök a könnyeimmel lassan. A koreai szósszal a marha szelet, a koreai marha szelet, a kínai hotpotban... most már minden van benne. Minden. Ugye? Nem akarok kihagyni semmit. Ugye, tesó? Tehát minden szerintem van benne. Minden van benne. Szerintem majd még dumplingsra lesz szükségünk. Ja, igen, azt kell megkóstolnunk a dumplingsot. Tényleg, ezt be is tesztelem. Megfőd már szerinted? Figyelj! Kicsit beljebb tolom, hogy látszódjon így a kamerába. És akkor ide tudom egy húsit. Én a dumplingsra rámegyek, ha megfőd, ha nem. Ha megfőd, ha nem. Én főzök magamnak egy húst, ezzel szósszal kíváncsi vagyok, hogy milyen. Nagyon guszta, hogy így megfő ez a hús. Gyerekek, tehát az a gombóc. Igen, gőzgombóc. Csirkés gombás, ugye? Csirkés gombás. Van még itt valahol marhás is. Marhás zöldséges. Oda néz. Guszta. Hú, de jó illata van. Szagízd meg. Mhm. Uh-huh. Tehát benne van a motyó. Itt a húsi, és akkor belemártam ebbe a fokhagymás szezámolajba. Jó a gombóc? Kóstolom. Mindjárt elmegyek. Ez annyira el van találva. Jó lett nagyon ez a szezámolaj, a fokhagymás szezámolaj, amit gyártottunk. Mivel bele a szemedbe? Valami csípős. Danke. Gyerekek, ez egy rendkívüli videó, mert itt igazából nem nagyon tudunk a kamerával foglalkozni, mert élvezkedünk. Megkészítjük ezt, és ez figyelmet elvon. Jó, megfőtt a csipős oldalba is a husika, szerintem. Lazán megfőtt. Belevártam abba a csipős szószba. Mutatom.
kettő darab hús. Meg, nyersen, megfőve. Azt, hogy azt lássuk, hogy ez mekkora, belerakom egy picit, és azonnal összeugrik. Mm. Mm. Mit mondasz? Jó helyen vagyok. Mm. Eszek egy ilyen gombócot. Nagyon jó az nagyon jó. Hallod? Kanál benne van! Kergelergetem is benne van a kanál. Ne kúrjál fel, egy műanyag kanál benne van. Nem műanyag, a kanál. Mondom, mi a, miben le, ennyire leégett? Ne basszál fel, hogy belefőztük a fakanalat. Bambusz. Egyébként. Úgyhogy baja nem lesz tőle. Figyelj. Nem, igen, bártogatom a szószba, nem. Megeszem azt is a picsát. A te oldalad, ez a te igen, műved. Ezt én basszam el. Az Isten bassza meg. Fú, gecsi, sírom. Itt látod, itt van a helye a kanálnak. Jó, Istenem. Ez már jó koriandeles is lesz. Fú, de jó ez a, ez, ez a doboz ízű chili szósz egyre jobban bejön. Igen, igen. Ez egyre jobban bejön nekem. Csirkés gombás dumpling. Roda húsit. Nagyon finom egyébként. És ahogy a koriander már ott van mellette. Annyira brutál. Mm. Ha mit mondasz? Ez a koriander. Mm. Találkozott most, nagyon forró. Nagyon jók az illatok egyébként. Úgy jó a koriander benne. Benne. Ugye? A koriander meg a marha az eleve egy ilyen, nem is tudom. Nagyon jó a tésztája ennek a gombócnak. Igen. Ú, de finom. Mmm. Kicsit lejjebb eszem már ezt a bugyorgást, még lejjebb. Nem kellene annyira főni. Fordítsa meg a kínai kelt, vagy mi ez? És rámegyek erre a másik gombára, amit beleraktam. Most a gombákat akarom végig kóstolni. Nagyon finom a gombóc. Akkor ugye megeszek még egyet. Én is rámegyek egy ilyen paradicsomos gombikára. Mm, itt már mindegy. Már rommal égettem a számot, teljesen mindegy. Igen, de ezt máshogy nem tudod enni. Finom ez a kicsit nagyobb típusú gomba is. Nem csak az a szálas. Erre a gomba szeretre vagyok kíváncsi, igen. Mm. Itt van. Tudod, mit kért az egyik kommentelő? Vagyis nem kért, hanem javasolt, hogy Kína Mátrába tolhatnák már még valamit. Ja. Ennek milyen jó hangulata volt. Most már felszerelésben előrébb vagyunk, tehát most már hangot is tudunk. Jó, de jó az a gomba, ez a nagy szeret. Már menjünk is rá. Nagyon jó egyébként mind a két oldal, a csípős is, meg ez a paradicsomos is. Mind a kettőnek megvan az előnye. Pont jó a csípőség egyébként, nekem nem jó csípős. Nem. Hát ez eddig 10/10, papám. Nálam is. Azt kell, hogy mondjam. Jaj, basszus. Kukoricát nem kóstoltad meg, tetya. Jó, mindjárt rámegyek a kukoricára. Nagyon jó. Ez a marha, és még a vegyunk hátra van. És még ott van a vegyunk marha, igen. Meg az van még egy fajta dumplingzünk. A marha húsos. Nagyon-nagyon adom ezt a dobozízű sípős szószt. Ez a bajnak világbajra. Egy kicsit olyan ketchupos is, mm. Ugye? És van paradicsomossága ezáltal. Boy. Nagyon jó. Szinte semmit nem mutattunk a kameráknak. De, látszik a felső kamerán minden. Mm. Örülök neki. Én igyekeztem mutogatni, miközben itt... Én nem. Én most valahogy nem tudtam erre törekedni, mert... Az éjség felülírt mindent. Az éjség felülírt mindent. Az az igazság. Meg az élmény. Azt kell mondjuk. Hogy ezt tudod, mi lenne jó, egy kis szaké, vagy valami ilyesmi. Valami kis finom alkohol, shot. Igen. És ez már, ez a lé egyébként tele van minden földi jóval. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyon jó különleges ázsiai gombák, fűszerek, csilik. Ebben rossz nincs. Nem? Azt tudjuk mondani. Hát ebben csak jó dolgok vannak. Te papír, ezt meddig főzni ezt a húst? Mert nem éreztem különbséget. Ilyen egy percekig szokták egyébként. Nem éreztem különbséget. A biztonság kedély meddig kell? Mondjuk a marhába sok gondot nem lehet a marhától. Hát ettől nem lesz ez szalmonellás.
De jó. Fog hagymás szezámolajjal, gyerekek, ott van, bele van mártva. Ez egyébként soknak tűnik, de nem sok ez a doboz. Nem, nagyon vékony szeletek. Amikor így megfőzöl benne egy ilyen feltekert szeletet, az pont olyan, mintha egy ilyen kis kanál levessel betolnál egy kis húst. Tehát ilyen nagyon kis pici. Ez egy gombócot a csípős oldalból. A jó fakanállal főtt gombóc. Itt van. Hallod, hogy patakokba folyik rólam a víz. Látom, rólam is. Ki tudom venni ezt a gombócot? Szerintem még jó, hogy nincs itt hőmérő, mert pánikrohamot kapnék, ha ránéznék, hogy 50 fokba ülünk itt. Nem, amúgy. Megy. Na végre. Nagyon szexi. Brutál. Nagyon jó kaják ezek, meg utána ízet kóstolom meg, a kukoricát, a végkukoricát. Az nagyon jó lett. Hú, eddig minden 10 per 10, minden nagyon ízlik. Minden nagyon finom, és még a vegyó hátra van. Én soha elmegyek a gombákra. Jó, az a nagy vastag gomba is finom, amit belevágtam, ez a barna. Belevertem ebbe a csípős szószba, hallod? Ezt a gombócot. A doboz ízű csípős szósz. Nagyon jók a gombák. Nagyon. Egyébként te mennyire vagy gombás? Nagyon szeretem. A tésztája nagyon ízlik ennek a gombócnak. Pont jó. Ez a csípős, az minden ez jó. Ez a ketchup-szerű. Ezt nem tudom milyen gombának hívják, de ez is nagyon jó egyébként. Tudom. Ki kell ide szedegetni basszus, amit akarsz enni, és akkor valamennyit hűl. Nem? A koriander nagyon jó. Ugye? Benne. Ugye ahhoz kell lenni, amihez illik, ehhez illik. Ó, basz meg! Ó, a kurva életbe! Szecsuálni? Ez benne van egészben, gyerekek. Ó, boy! Ó, ne! Ez most nekem. Kiszállítja ott a nyelvedet, ott azon a spoton. Ez megöl. Hát ez nagyon rossz. Hát ez miért van benne így egészben? Tessék itt letöblögetni. A szószal a gomba. Nagyon jó. Basz meg. Hú, de rossz az a szecsuáni bors. Te jó Isten. Gyorsan nem kell rá egy ezért húst meg kell főzni. Jó. Az egész pofám szecsuáni bors ízű, hallod? Gyerekek, innentől kezdve nem lesz fenti kameránk. Nem tudjuk. Olyan hőmérséklet van itt, hogy nem bírják az eszközöt. A GoPro bírná egyébként szerintem? Nem. Az se. Próbáltam. Az már tűző napon is. Nagyjából látták, hogy mi van, mit teszünk bele. Lezsibbadt az egész pofám az ecsőányi borsról. Szétrágsz egy ecsőányi bors, hogy így szétrobban a szádba, azonnal tudod, hogy baj van, abban a pillanatban. Hú, de rossz volt. De jó ég. Na, tudod mit tesz tejébe? Most én is úgy főzöm, a zöldhagymát. Úgy belerakom. Ja, tényleg van benne zöldhagymát. Nagyon brutál finom. Minden ízből egy kicsit magába szívott, mint egy ízszivacs. Itt van a kis zöldhagyma. Várjál, befogtam az alját is így. Majdnem leégettem agyonra a számot. Brutál, minden nagyon jó. Wow. Annyira nem csalódás, és annyira megérte, annyira paláztam, hogy azért videóban nehéz túlbonyolítani a dolgot. Rámegyek a kellre. Azt én is veszek ki. Itt a takarításhoz szerintem itt hagyom, C4 kész. Igen, igen! Nem? Leküldöd az asszonyt, hogy... Jó. Fiam, dolog van! Mikor úgy szólítom, hogy fiam, akkor már tudja, hogy meló van. Az a gomba. És ugye nem érted, hogy miért szürcsögnek ezek? Hát ezt csak úgy tudod enni. Ugye? Kell még főhetne, de nagyon jó.
kukorica. De jó az a kár. Nem biztos ám, hogy kell ez, nem tudom, majd mondjál. Mindig van, aki tudja. Azaz. Ez csak így vesz a vágjó. Oh boy. Én meg teszek bele még marhás dumplingot. Nem ott. Így. Jó a kukorica? Hagymát találtam, itt a kukorica. Oda nézzetek. Mennyire gusztusos. Kis mártogatós ott. A chili szósz nagyon jó. Mi tettél? Kínai kell. Jó a kell, mi? Szószal. De mi lenne a kell? Nem, de a friss. Még ropog. Mint a nyulak olyanok vagyunk. Főnek itt a jó kis húsok. Gyerekek, nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk mutatni a fenti kamerát a továbbiakban. Megkóstolom ezt a izét. Azt a... Ezt a... Mi ez a... Milyen gyökér ez? Lótusz. Veszek Lótusz gyökér. Ha jönne. Ha találnék, igen, én is nehezen. Előbb volt itt, csak óra lett. Ott a gyömbér. Hú, azt is én megeszem. Jó fő gyömbér. Basszus. Pedig van benne lótusz gyökér valahol. Igen, én találtam. Megvan. Mind a kettőt megtaláltam. Annak meddig kell főre nyeri, nem? Elég hát itt ez... Itt van ez a lyukas lótusz gyökér. Ez mennyire jó ez a gomba, tesi? Olyan? Nagyon finom a gomba benne. Jó az a lótusz gyökér amúgy. Megkínálom egy kis csípőszószal. Egyébként a szószok eszenciálisak, tehát azok kellnek. Amúgy is jó minden, de a szósz az a hatványra emel mindent. Nyomom a gombákat. Na, főleg ez a szazámolajú fúkhagyma. Ugye, hogy jó? Veszek egy kis húst. Amáj itt fölvögetnek szépen. Isteni. Nagyon főleg ez a kaja. És most már a szószon érzem a marha fagyút, ahogy ezek belefőttek szépen. Én már ezen a alapleven érzem nagyon a marhás utóízt. Te jó ég! Annyira jó benne a koriander, hogy te jó Isten! Ugye? Oh boy! Milyen a dumplings? Nem tudom. Ja, még nem tesztelted? Azt hittem arra mentére. Koriander, ahogy így szépen... A koriander nagyon jó. Az olyan szinten feldobja a kaját, hogy nagyon meglepődtem rajta most. Őszintén szóval nem vagyok egy korianderes, de így nagyon jó. Az a gomba is nagyon finom. No. Ezt a dumplingsot én... A dumplings, én is arra elmegyek. Nyesem ketté. Meg akarom nézni, hogy néz ki. Hús van itt, nem baj. Azzal sem vitatkozok. Ő pedig ilyen, nyilván nem fogja a fókuszt elkapni, de ott van a zöldséges marha törtelék benne, ami ebben a, most már mondhatni, nagyon sok összetevős fűszeres lében tökéletesre sőt, főt. Üszön. A szósz az mindenen javít. Ez a gomba tényleg nagyon finom. Tudják azért ezek az ázsiai arcok, hogy mi a jó? Nekem egyébként ez a legelső gomba, ezek a nagyon apró. Nagyon finom. Az nagyon finom, az nagyon jó. Nekem a csirkés dumpling egyébként jobban ízlik. Nem rossz ez se. Ennek ilyen mire litt kajásabb íze van ennek. Nyilván is a véleményem. Meg a napból. Nekem a csirkés az ötös, ez hármas nekem. Nekem is. De az igazság, hogy eddig szinte minden nagyon jó benne, csak a kibaszott szecsuáni borsnál. Minden csillagos ötös eddig. Bocsánat. És ott a nagy csili darab a marhán. Tudod, ez ami a szószból. Na azt tudd be. Betolod. Bírod? Hogy ne bírnák. De jó az a szósz. Ez világbajnok. A tésztáj ugyanolyan egyébként. Ezt nagyon-nagyon bőszen és teljes lelkesedéssel ajánlom ezt a koreai. Nálam el is fogyott a tégely. Nálam még nem, de halljuk. Jöjjön, öntsek még? Uh-huh. De fogja jó!
megérkeztem. De egyébként ugye ez a főző, ez ugye mobil. Tehát ezt a Terbrutál 2-t hozhatjuk. Tudnánk vinni kintre is. Az milyen lenne? Ott lehet, hogy a meleg is elviselhetőbb lenne. Viszek haza Eszternek egy kis hamburgert, meg ilyeneket. Hát mondta, hogy magamnak is vagyok, de nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Hú, az a gomba is nagyon jó egyébként. Vagy kettőt, ne? Az sok. Mindegy, benne van. Dehogy sok. Nincsenek, semmi sem sok. De ezek csak falatkák, te csak. Hú, de jó. Hát szerintem a vágjúra le kell bontani. Én azt mondom, ez hogy vágjon, szerintem, hogy jó legyen. Ott a... Szerintem így. Ennek sose ettem még vágjon van, hát. Hát mindennek eljött az ideje. Hogy eljön az ideje. Jó, hát ez annyira márványos, hogy basszeg szétszakad. Udabutár. Szóval ki kéne szednem valami tárgyába szerintem. Itt a vágjú marha. Buszkálod az alján? Aha. Főzöm ott egy cseppet. Jók ezek a bambusz. Tehát jó, ezzel egyszerűbb dolgunk van, mint a izével szerencsétlen. Hogy ne, hát pálcával itt éheznénk, bazd meg. Szégyen, nem szégyen, én nem tudok vele enni. Nem is az, hogy nem tudok, hanem nem tudok hatékonyan. Tehát nem tudok hatékonyan. Nekem fontos az, hogy ha eszek, akkor abban a tempóban érkezzen és ütemben, ahogy én akarom. Igen. Adok neki. Én is adok, direkt beleraktam, hogy főjön. Mindjárt kiveszem, aztán rámegyünk. Egyszerre azt akarom, a vágjút egyszer. Mit tettél már vágjút amúgy? Tettem már, igen. Nem ebben a formában. Megírja a pénzét? Hát azokat a nagyon csillagászatiakat nem. Tehát, ahogy szoktuk mondani, szarrá válik benned ez is. Hát van nagyon sok jó dolog, de azért néhány dolog így árban túl van értékelve. Megfőtt ez már, nem? Biztosan meg. Én megkóstolom így aramatúr. Én szósz is. Nélkül. Egészségünkre. Vágjú marha hús. Ez melyik része? Fogalmam nincs, de ez a vajas zsírossága? Igen. Van benne egy kis csont. Kínos része, mint azért még nem fog. Nehéz elvágni. Amúgy marha íz van, így szósz nélkül. Ja. Marha íz van, puha vaj, puha marha íze. Hát nem tudom, ez mennyibe került ez a két zacskó? Ezt ajándékba kaptuk. Ajándékba kaptad. Hát, amúgy az a hátszín nekem jól abban jött, esküszöm. Hát most, az erre van felkészítve. Ez most Isten káromlás a részemről? Nem, semmiképp. Nem őszintén, objektíven. Gyerekek, ez egy drágább cut, vágott, mint az, amit ettünk, biztos vagyok benne. Igen. De az a hátszín nekem jól bejött. Terveztem amúgy teszta belerakni én is, de úgy nem hiányzik belőle nekem most. Ebben egy deka tésztelem hiányzik, hát ott van nekünk a dumpling. Igen. Na jó. Ezek a húsok elfoglalták a helyüket. Most annyi új összetevő van benne, hogy nyomjunk neki egy kakaót, én azt mondom, mit mondasz. Nyomjunk. Mert amúgy a hotpotos helyeken így zuborog. Ennyire zuborog? Aha. Hú, én is nagyon kellemesen érzem magam. Én nem vagyok tele. Én teljesen kellemesen érzem magam most. Ja igen, mert a vágjút azt kaptad. Így van. Nem szponzoráció, csak ajándék. Ő a, mert hallgattam a cseten, ahogy beszélgettél emberekkel, a kapitány. Ő igen, az, aki igen. A kapitány. Nem voltam vele biztos, hogy ő az. A kapitány is a kedves családja. Köszönöm szépen. Hekim azt, hogy meglátja, hogy mit kell itt majd eltakarítani. Hallod, az befőbb szakállát befonja. De rám is segítünk ezért. Ja, mindent lerúzunk a WC-n. Ez very nice. Ilyen romantikusban itt megvacsoráztunk. Igen, ebéd, vacsora. Hát ez, egyébként én erre unokáimnak fogom mesélni a Zsolti cimborámmal. Hotpotoztunk itt. A jó kis hotpot. Egyébként én szépen jó volt, tényleg jó volt. Az volt. Még van belőle azért. Na, én bőle van még belőle. Tesó. Egyébként, ha választanom kellene a szószok a oldalak közül, nem választanék. Én sem, mind a kettő a maga nemében. A maga nemében, ugyanazokat a szavakat mondod, ami a fejemben van. Tehát a maga nemében nagyon-nagyon jó. Mind a kettő ott van. Az egyik ugye a csípősége miatt, a másik a savassága miatt, a paradicsom. Igen. A balansz. Nagyon finom minden. Leszek egy jó kis
szószos vágjút. Hát nekem ez az utolsó dolog, amit kiszedtem. Én ennél többet nem tudok enni. Tényleg nem tudok, nyugtatjuk annyira. Őt el is zártam. Ez most nagyon forró megint, mi? Ja, mert látod, a barátok között is, aki hajós, akkor kapitánynak nevezzük egy... Szóval ez az a de fajta... De azt hittem, itt sincsen ez a neve, de hogy kapitány, ő hajós nem, ő is hajós, persze. Szóval ez nehéz ezért bírálni minket, hogy ezeket a kifejezéseket használjuk, amik ugye a hajózás közben használt kifejezések, érted? Szóval... Ó! Most a vágjuk! Megyek is rá. Most, hogy ennyit főtt. Ó, oh boy! Visszaszívom. Visszaszívom az eddigieket. Jobb, mint a házszín. Ó, fiú! Ó, oh boy! Azt a mindenit. Hát ezzel a vágjúval itt most megérkeztem. Azt a mindenit. Az előbb nem főztem elég ideig. Meg elég intenzíven. Meg elég intenzíven. Most nagyon jó. Most rátettük a lóerőt, a géperőt, és most nagyon jó lett. Tényleg. Itt van. Isteni. Most a izével. Szezán Magó Lajos fokhagymás témával. Itt a kis húsika. Wow. Én már egyenesen a szószba teszem az egész. Igen, igen. És ezzel a kis tányérkával nekem muszáj befejezzem a fogyasztást. Majd még egy kis desszertet ebből az epres cuccból. És figyelj, leszűröm a fokhagymát. Semmi nem megy. És úgy egyben meg, ahogy nyomod. Gyerekek, hoppá. Kiveszek egy jó kis gombócot is magamnak. Nekem ízlik ez a marhás. Határozottam. Ó, két szecsuáni borsodak kéreckedett. Rohadjon el. Azok nem jöhetnek velünk. Ezen az úton nem jöhetnek velünk. Azt nézzétek meg. Szósz, gomba, kínai kell, vegyú, vagy vágjú. Hú, az a vágjú, az pont kész lett. Igen. Nem főztem az elébe elég ideig. Most tökéletes. Ez egy falat meg ország. De tényleg ebben minden benne van. Tehát mondom, ez a csípős szósz, ez kurva jó. Igen. Elején olyan furcsa volt ez a doboz íz, de nem bánt. Amúgy nagyon finom. Doboz íz? Egy ilyen furcsa doboz íze van az elején. De aztán nem. Aztán átkanyarodik valahova máshová. Átkanyarodik a kellemetesbe. Igen. Hú, fazzá. Hú. Ez jó csípős. Rámentem egy csirületel, benne volt a magház. Húha. Húhú! Na jó, az a gombóc is. A levéből még ennek kell. Azt beszéltük. Jó. A leveket megkóstoljuk még. Hú, már zárom, szerintem eleget főtt minden. Bocsánat. De egyébként, azért így visszagondolva, az alapízeket, amiket itt elértünk, azért találkozik azzal amiket az instant önmelegítősökben voltak. Tehát jobb, de ott van. Sokkal jobb, ott van, igen. Marha húsleves. Csípős marha húsleves. Igen. Még a paradicsomosat megkóstolom ezzel a tanálkával. Mered, mert az is isteni. Ó, ez egyébként a végére azért jó. Érzem, hogy... Kitisztult. Úgy rendben van. Mert sem meleg gondolni, mi vár rám a WC-n. Öröm és boldogság. Kitörő öröm. Kitörő öröm. A savas, édes, paradicsomos sáv. Nagyon jó. Az igazság, hogy nem lehet választani, hogy melyik a jó. És mennyire jó, hogy elmentünk, és nem egyfajtát főztünk. Igen. Az a két oldal, ez két különböző világ. Igen. Nagyon jó. Gyerekek, aki teheti, mindenképpen kóstolja meg. Mert ezt szerintem a vágjút éppen befejezem. Még mindjárt átnézem a... Hát kell mehozni. Hát kell mehozni, mi van még a lébe. Mi úszik itt még, nem? Nem. Én is befejeztem. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt. Isteni volt minden. Jól főztünk. Mennyire javaslod ezt egyébként? Kipróbálásra. 10/10 mindenkinek. Szecsuáni borsot kerüljétek, ennyi. Szecsuáni bors, hát... Nem tudom, hogy lehet olyan, akinek ez ízlik? Tehát aki tudja úgy enni, biztos. Hogy...
Ez olyan, mint a, mondom, az ecetes tanyás. Azt is szereti valaki, de biztos, hogy mindenkinek megvan a közönség, vagy mindennek megvan a közönsége. Az ecsvári borsnak nem mi vagy, nem vagyunk a... Mi nem vagyunk a közönsége. Kellemesen elpillettem, ugye elkezd így pikkelgetni a kajakóma is. Na jó voltam. Úgyhogy én már semmilyen desszertet. Hamburgert nem veszek magamnak, meg ilyenek az a felemelet. Most csak az asszonynak viszek. Gyerekek! Szerintem nem kell szaporítani tovább a szót, mert eleve hosszú videó lesz ez szerintem. Én kóstolgatni jöttem ide egyébként, tehát az volt a cél. Zabáltunk vele. Nagyon jó volt. Tehát tényleg. Nem azért, mert mit csináltunk. Heti egy alkalommal tudnám élni. Igen. Heti egy alkalommal egy ilyen hotpotozós. Legközelebb egy kis garnélát, meg ilyeneket is, kalamárit, ilyeneket bele. Szereted ezeket a tengeri helyeket? Persze, persze szeretem. Na jó van. Gyerekek, akkor ez egy ígéres a part 2-re. Jó? Szeretitek annak. Azt, hogy mikor, azt nem tudjuk. De. Mert most azért sok jó ötlet van. Jönnek majd Amerik is, amit megy majd szokásos két részletben. Ezt nem tudtuk kettészedni meg ennek is értelme. De... Hát nem sem jött többeket is. De majd lesz nagyon sok olyan produkció, amit Zsoltinak a streamjén tud, vagy a Twitch, a YouTube csatornáin tudtok megnézni. És szeretném itt felhívni a kedves figyelmet arra, hogy éve hóba esténként a Twitch-en streamelünk, jelezte Zsolt, ja, hogy a héten ő is fog, úgyhogy be lesz linkelve mind a kettőnknek a Twitch csatornája is. Ha esetleg élőben szeretnétek interakciót velünk, akkor tudtok kérdezni, tudtok javasolni. Szerintem minden normális hangvételű kommentnek örülünk, válaszolunk, úgyhogy rend lesz a leírásban mind a kettőnk Twitch csatornája is, ilyen az esti órákban felbukkanunk éve hóba a Twitch-en. Úgy Zsolt elérhetőségei innenhova. Köszönjük szépen, hogyha dobtok egy lájkot, megtaláljátok lenne leírásban. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat velünk. Szerintem mi ezt túltárgyaltuk, hogy mennyire jól volt. Én most értem el a kajakumáit, tehát hogy... Igen, lefagy a rendszer. Teljesen ezért. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Tengermély tisztelette, búcsúzunk. Szavaztok. Sziasztok.